Április végén szállították a lovasokat az új helyükre, a végvári vitézek terére. Ekkor fel is állították őket a talapzatra. Végül is két hétig álltak a stolicák, azaz a fa támasztékok a lovasok körül. Ez idő alatt a fagyás álló beton, amivel a már korábban elkészült betonszalkofákban rögzítették az acéltüskéket, megkötött. Azért kellett kihagyni ezeket a helyeket, mert máshogy be se tudtuk fűzni, mert itt például ennél a lónál a csapok azok ilyen nagyon ferdén állnak. Trapéz. Tehát abszolút trapéz alakba áll, és ki kellett hagyni neki a helyet. És ez régen úgy volt megoldva, régen is úgy csinálták, tehát az eredeti felállításkor, hogy kihagyták ezeket a helyeket, és ilyen kis, ilyen kősifrákkal így végül is körbe rakták és körbe fugázták. Nem tudták máshogy megoldani. Most már a saját lábukon állnak a lovak. A másik munka a dobószobor egyik kőgömbjéből kiszakadt bronz rögzítő csap megerősítése volt. Ez a kőgömb nem lett kicserélve, így itt még az eredeti rövid furatban lett elhelyezve a láncot rögzítő csap, amit egy műgyantás kőpor keverékkel erősítettek meg. Ahhoz, hogy ez a 90 kg-os lánc kiszakadjon a rögzítésből, elég volt, ha egy ember ráült hintázni. Ahogy a két restaurátor elmondta, valószínűleg ez történt akkor is. Most megerősítették a csapot, és ismét műgyantás kőpor keverék került a furat köré.